Sziasztok, szeretettel köszöntelek bennetek, Vargászter vagyok. Megint itt van egy energia, amiben van üzenet számotokra, szeretném átadni. Nagyon erős transformációs időszakban vagyunk, úgyhogy azért is ilyen gyakoriak ezek a videók, mert tényleg nem mindegy, hogy most merre mész. Nagyon erőteljesen le lehet válni karmikus energiákról, és mitől is karmikus az energia, hogy ott valami olyat tudunk megtanulni, Amivel dolgunk, uh, dolgunk volt ebben az életünkben, és uh, ahhoz, hogy szabadok tudjunk lenni ezektől az energiáktól, meg kell tanulni tőlük elválni. De hogyan is lehet elválni, amikor a haragunk, meg a dühünk odaköt, amikor hogy viselkedhet így a másik ember, amikor érzed, hogy eszközként használ, amikor. Uh, tudod, hogy azért jön, hogy elvegyen, nem azért, hogy adjon, és lehet, hogy észre sem veszed egyébként, mert olyan jó kommunikál, hogy tulajdonképpen el szeretne venni, vagy forgatni az energián szándékosan. Tehát, hogy ezeket nem veszed észre, csak utólag, maximum utólag jössz rá. Ez az üzenet most pont azoknak szól, akik ebben a transformációs időszakban vannak, hogy legyetek bátrak, és nézzetek a dolgoknak a mélyére. Az, amikor nyitva van valakinek a szíve, és a szívén keresztül kapcsolódik, akkor ezt nem lehet eltéveszteni. Azt, azt nem, nem tudod eltéveszteni, hogy kivel vagy a széveden keresztül kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy volt már szerelmes, és amikor szerelmes vagy, akkor te magad is ezt az állapotot éled meg, és hogy itt van a Valentin nap, lehet, hogy most fel is elősödtek ezek az érzések benned. Akkor is, hogyha egyedül vagy, akkor is egyszerűen dolgod volt az, hogy ezeket az érzéseket erősíts magadban, mert ha nem erősíted, akkor hogyan gondolod, hogy mások majd uh, fognak, vagy akarnak hozzád kapcsolódni, ha benned az a rezgés nincs meg, amire te tulajdonképpen vágysz. Úgyhogy mi a feladat? Az a feladat, hogy nyisd a szíved, és van választásod. Van választásod, hogy azokról az energiákról, amik uh, nem fogadják el az érzéseidet, nincsen uh, érze, érzelmek menti kapcsolódás, csak tárként szeretnének tartozni, uh, és mindenki a hasznát lesi a, a kapcsolatban, nem tudsz az érzéseidről beszélni, vagy nincs meghallgatva, akkor az még mindig egy karmikus kapcsolat, és ne elégedjél meg vele. Tudom, hogy visszahúzna a szívet, tudom, hogy. Ezt szoktad meg, és hogyha megnézitek az első lap, amit kaptatok, az unikorni sok uh, kártya közül, itt van egy férfi, akinek be van kötve a szeme. És ugye itt bent egy ilyen, uh, hát nem is tudom, ez egy istáló lehet, vagy vagy uh, hol tipródik, miközben ugye, hogyha levenném magáról ezt a, ezt a szemellenzőt, mondjuk, hogyha a harmadik szemét tisztítaná, tehát mondjuk ő is nyolcadik csakrás meditációval dolgozna, akkor euh, észrevennie, ahogy a szépen finom, mert ez az unikorn is terelgeti kifelé a fényre, hogy menjél ki a fényre, hogy kapcsolódjál az emberekhez, örüljél, legyél vidám, és nagyon meg, hogy ki az, aki azért jön, hogy elvegyen, és ki az, aki azért jön, hogy adjon. Óriási különbség van, érzésben van, az egyik mellett szabadon szárnyalsz, örülsz, boldog vagy, a másik megkölt rabságban tart, mert vagy csak egyedül akar szárnyalni, nem közösen. Tehát, ha nincs érzések menti kapcsolódás, és ez lehet munkahelyen, ez lehet. Ö, ö, párkapcsolatban, akár szomszédi kapcsolatban, és meg kell tanulnod azt a távolságot fölvenni, amivel jól érzed magad köztük. Tehát, hogyha megtanulsz mások végtelenségébe kapcsolódni, akkor nem ezek a nehéz gondolatok, nehéz érzések fognak benned lenni, főleg most, hogy én, én, azt olvasom az interneten, jobbról balról, hogy nagyon-nagyon felerősödtek a, az emberi játszmák, gonoszságok, és és stb. stb. Nem véletlen, most nagyon elválik, hogy mit választasz. Nagyon nagyon elválik. És van választásod, és ha tudod, hogy egy ilyen energiával kapcsolódsz, ilyen energiával hoz össze a sors, akkor sem feltétlen azt kell választani, hogy megítélt, hanem egyszerűen belekapcsolódsz mások végtelenségébe, nem ítéled meg, mert az tuti, hogy kudarchoz vezet, benned lesz a rossz érzés, és csak itt az istálóban fogsz tipródni, hanem azt mondod, oké, okay, karmikus kapcsolat, anyám így viselkedett, apám így viselkedett, ők is tárgyként csapódtak össze, nem volt lelkiség, nem volt szeretet, ezt az energiát szoktam, mert még mindig a tudattalanomban lévő program miatt vonzottam magamhoz ilyen embert, ilyen embereket. Olyan férfit, aki le akar tiporni, és rajtam keresztül akar tovább menni, be akar csapni, nem tudom, stb. stb. Vagy olyan nőt, aki nem nyitja a szívét, hanem csak az előnyre pályázik. Most ö, ezt ö, a tudatlanodban lévő programokkal hívtad be magadhoz, és mivel ezzel hívtad be testedben lévő nehéz érzésekkel, Gyakran elég nehéz észrevenni pontosan amiatt, mert ugye ez karma, és belecsúszol abba, hogy elhiszed, hogy hogy hát ez valami hosszú távú dolog lesz, de ha becsukod a szemed, és a szívedet figyeled, a tudatosságodat figyeled, fogja jelezni, hogy mi az igaz, és mi a nem igaz. Ha valaki azért jön, hogy adjon, teljesen másként kapcsolódik. Az előbb volt egy telefonhívásom, felhívott valaki azért, hogy adjon, hogy közöljön valamit, hogy nekem összegyűjtött valamit, és szeretné átadni. Ez olyan energia, ami eltéveszthet, mert ő azért jön, hogy adjon. Ezt ez nem lehet eltéveszteni, akkor is, hogyha hogyha te kérsz segítséget, akkor is tudsz adni közben. Ezt ne felejtsd el. Nyilván én is adtam neki, és azért hívott föl így, tehát ez egy ilyen nagyon uh, szívbéli kapcsolódás, de ezt kell megérteni, hogy pontosan fogod érezni, hogy ki az, aki azért jön, hogy adjon, és ki az, aki azért jön, hogy elvegyem. Na, no, és azt mondja itt a, a másik unikorn is, uh, Lap, hogy nyisd meg a szíved, a szeretet és az öröm, nézd meg, hogy, hogy mennyi pillangó van itt, mennyi kis uh, virág, itt van ez a tavacska, az unikornisnak arany szárnyai vannak, neked is arany szárnyad van, menj ki, itt megint nagyon-nagyon süt nap, tehát, hogy csodálatos idő van, persze a fokod, azt nem, nem mondom hozzá, de hogy gyönyörű uh, idő van, már vagy tíz centisek a tulipánok is, szóval gyönyörködj a természetben, egyszerűen nyisd meg a szíved, hogy benned legyen az a rezgés, az az energia, amivel olyanokat vonzasz, akik szintén így gondolkodnak. Mert ha benne ragadsz a karmikus kapcsolatoknak a folyamatos elemzésében, vagy hogy, hogy nyilván mert közelengeded magadhoz. Ugye a mesterkurzuson beszélek hogy távolságra van szükséges, hogy hogyan, miként, ugye azt uh, uh, ott mondom el, ha valaki szeretné megvásárolni, akkor, akkor írjon nekem, de nagyon fontos lenne megtanulni, hogy a mások végtelenségébe uh, kapcsolódj, és bátran mondd ki, hogy valaminek már nem akarsz a része lenni. És... Uh, én azt tapasztalom egyébként, hogy amikor az ajtók bezárulnak, egy szintlépés van, 5-6 emberrel, és lehet, hogy mondjuk már kapcsolódtak fél éve, egy éve, öt éve, 16 éve, egyszerűen teljesen természetes, hogy ha dolgozol belül magadon, akkor folyamatosan változni fog a környezet körülötted. Ha nem dolgozol magadon, akkor nyilván nem fog. Mert ahogy szoktam mondani, ha belül mozgatod az energiákat meditációval, karmikus forrás még tisztítással és egyéb meditációkkal, azokkal például, amik az oldalamon vannak, ezekkel a transformáló meditációkkal, hogyha dolgozol magadon, akkor folyamatosan változnak kívül a helyzetek. És nézd csak, hogy azt mondja itt a, a, az utolsó unikornisok lap, hogy járj emelt fölvel, és tudd, hogy az unikornisok támogatnak téged. Igen, tehát bárhogy is van, Uh, semmiképpen se ragadj bele azokba a kapcsolatokba, ahol tárként szeretnének összekapcsolódni, csak a haszon miatt van a kapcsolódás, és uh, nincs szívbéli nyitás. Lehet, hogy lesz, hogy vissza kell vonulnod, de, uh, de hogyha folyamatosan rezekteted magadba ezt a szerelemérzést, ezt az örömérzést, akkor uh, akkor nincs olyan, hogy nem nyílnak meg az ajtók. Nincs olyan, hogy nem kapsz egy telefonhívást, amiben csodákat közölnek tíz másodperc alatt. Vagy, vagy te adj. Te adj akkor másoknak, hogyha éppen rossz kedved van, rossz hangulatod van, adjál. Adjál valakinek az utcán egy mosolyt, egy szeretetet. Át fog fordulni ez. Ez nagyon nehéz, ez a február most de változni fog. Változni fog, úgyhogy csak belül dolgoz magadon, és folyamatosan nyisd a szíved. Ne több rengy, mert akkor a kudarc érzést fogod magadban ö, erőltetni, hanem mások végtelenségébe kapcsolod, hogy jó az a másik. Lehet, hogy elválunk. Ö, lehet, hogy elválunk. Nekem volt nem olyan régen egy ilyen, most ez jutott eszembe, hogy, hogy elváltunk 10x év után, de úgy, hogy én fölemeltem őt is, hogy a, oké, okay, nekem ez, ez, meg ez meg ez nem volt jó, nem esett jól, de hogy, hogy tényleg köszi mindent, és hogy, hogy én szeretnék úgy kapcsolódni, hogy kettős pont, és nem lenyomva őt, nem le degradálva, hanem egyszerűen ő is legyen boldog, én is legyek boldog, és így mindenkivel lehet pozitív érzés, mindenki lehet győztes, akkor is, hogyha lezárulnak ezek a kapcsolatok. Tehát ez fontos megérteni, hogy nem kell cipelni a haragot, nem kell cipelni a nehézségeket, van választás, hogy könnyedén, lazán, és járt az utadat méltósággal. Ez a legfontosabb. Na, jó munkát kívánok nektek ehhez, és tényleg egy ilyen könnyed energia maradt, lehet, hogy nyomasztó érzés van most bennetek, mert tényleg egy ilyen transformál időszak van, de miért? Az ősökkel kapcsolatos karmikus kötések oldása meditáción lehoztunk a csoporttal egy olyan meditációt, amiben ö, átlátható, hogy racionális döntést kell hozni, hogy fontos elhagyni azokat a kapcsolódásokat, amik energetikailag visszahúznak. Lehet, hogy te nem érzed, mert megszoktad azokat az energiákat magad körül, amik eszközként kapcsolódnak egymáshoz, de energetikai síkon abszolút hátráltatnak téged. Nem tudod a teremtő erődet, az örömetet használni, mert ha olyanokhoz kapcsolódsz, akik nem uh, kölcsönösségben, nem partneri viszonyban vannak jelen, nincsen lehetőséged arra, hogy a teremtő erődet használd, mert elveszi, elszívja ezek ilyen tudattalan uh, energiaszálak, ezért fontos folyamatosan feltérképezni a tudattalan elmét, mert uh, hát ott van cucc, és most fel akar jönni, engedjétek, hogy hagyj jöjjön, viszont a szíveteket nyissátok meg, és lazán, könnyedén engedjétek el azt, ami nem hozzátok tartozik. Erről szól most ez az üzenet, és ez az energia. Bízom, hogy sokatoknak tud segíteni, leginkább abban, hogy van, vagy vannak olyanok körülöttetek, akik nem akarnak mély kapcsolódást, csak eszközként szeretnének rátok tekinteni lépjék ki ebből. azt javasolja itt ez az, ez az energia. Minden jó, sziasztok, hello!